Sziasztok! Az Ebrőeltető újra videós formában is jelentkezik. Ennek az apropója a többek között az, hogy Kéri András Dániel elfogadta meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Hosszú szervezés eredménye volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy összejött. És hát ugye az egyik apropó az a Kálcsó titka, aminek te vagy a szerzője, és aminek mi is csináltunk elég nagy hírverést már, és elég köszönök, jó... Köszönök szépen! És elég jó hírét viszi bárki, aki elolvasta ennek a könyvnek, és tudjuk is, hogy mondtad is, meg hallottuk is rengeteg helyről, hogy elég sok munka van benne, ami külön emeli az értékét, úgyhogy kicsit erről egy pár szót, ha tudnám. Igen, hát még egyszer mindenkit köszöntök. Ugye hát ez nem titok, ahogy említetted, egy jó fél éves előkészület volt, hiszen ugye nem élek itthon, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre el tudtam jönni, hiszen ugye ez a meghívás eredetileg korábbra szólt. Azt is köszönöm, hogy a könyvet reklámoztátok, igen, nagyon sok munka van benne. Hát alapvetően most már mondhatom 14. éve benne vagyok ebben az elemzői dologban, egyre mélyebben, ugye újságíróként én specializálódtam erre a területre, és maga a könyv az valóban olyan 2-3, hát kettőnél mindenféleképpen több, én azt mondom, hogy 2,5-3 év munka volt. Rengeteg olyan elemzést kellett végezni, ami például a könyvben nem került bele, hogy ugye korábban említettem, rengeteg elemzést meg kell csinálni ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy érdemes-e beletenni, vagy nem. Az ember nekiáll egy ilyen könyvnek, akkor itt alapvetően az volt a cél, hogy Magyarországon végre egy igazán színvonalas, ilyen jellegű könyv is piacra kerüljön, mert úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló munka volt. Ha megnézzük, a könyvpiacon állandóan fordítások vannak, tehát külföldi szerzők munkája van lefordítva, és egy-két nagyon ügyes magyar szerző ír könyvet. De az, hogy magyar szerző ilyen jellegű könyvet ír, az elég ritka. Én ezt megpróbáltam, amikor az ember elkezd írni ezt a könyvet, akkor ugye fogalma nincs, hogy egyáltalán lesz, aki ezt elolvassa, hiszen nyilván ez egy specifikus téma, tehát relatíve nehéz a nyelvezete, tehát nem mindenki érti meg elsőként. Nyilván egy magyar közönség is különböző, mint egy olasz közönség, tehát sok olyan dolgot itt el kell magyarázni, amit például az olasz piacon nyilvánvalóan nem. Szóval az nem titok, hogy eredetileg az olasz nyelvű könyvet kezdtem el írni, és utána kezdtem írni a magyart. Hála jó Istennek a szakma, azt mondhatom, hogy úgy fogadta, hogy tehát pozitívan fogadta. Azt mondhatom, hogy a legtöbb hazai komolyabb, ahol valamilyen szinten futballal vagy nemzetközi futballal vagy olasz focival foglalkozó oldal, weboldal, vagy újság, vagy tévé is, ugye most nem akarom reklámozni, egyik ugye Sport TV ki is jött és felvette ugye magát a könyvbemutatót, amire annak idején ugye hazautaztam, és nagyon örülök, hogy ilyen pozitív fogadtatás volt, és valóban a mai hazai elemző szakmát remélem, hogy ez fejlesztés egy kicsit igazából ez volt a cél. De úgyis ennek után nézni, mert azért az ember, nem tudom, laikusként ránéz a címére, azt azért mindenképp tudja, hogy az olasz edzők nagyjából mindig a topon voltak, meg aztán most is azért Európa top ligáiban mindenhol megtalálnak. Felfelcsillan, bár ugye Olaszországban direkt be a Juventus révén és Allegri révén van ennek nagy neve, de ugye Conte is a Chelsea-vel megnyerte mostanában a Premier League-et, azért Sarri is ott próbálja bontogatni a szárnyait, tehát elég sok rétű azért az emberek fejébe, szerintem az benne van, hogy az olasz edzők azok mindig is jók voltak, meg a Catenaccióról is azért hallani itt-ott újra-újra előjön. Úgyhogy szerintem ez a laikusoknak is egy olyan olvasmány, amit igazán érdemes forgatni, és találnak benne olyan részeket, ami megérinti őket, úgyhogy... A pláne, mert ugye a Juventus szurkolóknak meg azért is érdemes egy ilyesmit belekezdeni, mert rengeteg olyan edzőnk volt, meg most is egy olyan edzőnk van, akik konkrétan a könyvben szerepelnek, és bőven van benne olyan rész, amit szerintem izgalmasnak találhat, és rengetegszer mindig említik ezt a Catenacciót, és igazából én sose jártam, hogy igazából utána, hogy honnan eredezik ez pontosan, de tudtam, hogy olasz fociát a védekezésből indult ki mindig is, és hát szerintem most, hogy elkezdtem olvasni egyébként a könyvet, így azokból a részekből ez most teljesen felvette az igazságot, és így csomó mindenre irányult, hogy ez valóban így volt. Szóval lehet rengeteg tanulni, ezt nekem tetszik. Igen, hát ugye alapvetően a könyv, akivel esetleg nem ismeri, ugye azoknak mondom, hogy ugye a könyv úgy építkezik, hogy végigkíséri az olasz labdarúgás történetét, annak taktikai fejlődését, és az adott korszakokban a legsikeresebb szakvezetők szakmai munkásságán keresztül mutatom be igazából az olasz futballt, így például ugye a Catenacciót, amiről természetesen szintén van egy részletesebb fejezet. És van benne kedvenced, akit? Hát nekem a kedvenc edzőm ugye Marcello Lippi, de hát én nagyon sokat szeretek, én is Juventus szurkoló vagyok,
De mondjuk a könyvből talán az azért, aki olvasta, kiderül. Most a azért nem vagyok annyira, nem vagyok annyira elfogult egyébként. Tehát mondom a legaprótól a lehetségig bármi, ugye hát én azon nagyon sokat, én ugye amikor gyakornok voltam annak idején Olaszországban, ilyen utánpótlás meccseken, hogy mondjam, kezdtem el foglalkozni természetesen, mindenki úgy kezdi, és akkor tényleg ilyen 8-10 éves korosztály mérkőzését kellett elemezni, és úgy, tehát igazából elég, hogy mondjam, az utánpótlásban meglehetősen otthon vagyok ezen a területen, mondhatom, az volt ez első szakterületem. És természetesen egészen mindig így az A-csapatig, tehát a felnőtt csapatokig, ez így Olaszország szerte így részletesen ezzel így foglalkoztam. Úgyhogy amellett, hogy Juventus szurkoló vagyok, azért mondhatom, hogy aki esetleg nem, elfogultság nélkül foghatja kézbe ugyanúgy a könyvet. Úgyhogy természetesen más nagy csapatok sikere is azért szerepel benne. Hát, nehéz innen átkötni, de a fő apropó az ugye maga az Atletico Madrid, Juventus-Juventus Atletico Madrid dupla mérkőzés lenne, és hát mondtad is, hogy egy pár dolgot helyre szeretnél majd tenni, meg voltak itt ugye Allegri körül elég komoly viták az elmúlt időkben, meg maga az első meccs is azért nem adott okot túl sok örömre, aztán ez a visszavágó, ez szerintem fergeteges volt, tehát ez egy olyan élmény volt, amit az ember még képernyő előtt is úgy él át, hogy ezt nem tudja elképzelni, hogy ez honnan jön. Végre van egy olyan podcast részünk, ahol a szakmai részét szakértővel tudjuk megbeszélni, de ugye mindig beszélgetünk a meccsekről, a saját tapasztalatainkról, meg arról, hogy mit látunk, mit hogy gondolunk, de hát nyilván mi szurkolók vagyunk, tehát teljesen más az, hogyha valaki szakmai szemben nézi a dolgokat, például mondjuk az Allegrinek a húzásait, mint a mostani Atletico meccsen, szóval majd erre én is kíváncsi leszek, hogy mit látsz pontosan majd az Allegri kapcsolatos lépésekkel, meg magával a csapattal kapcsolatosan. Jó, hát akkor kezdjük el. Igen, hát ez egy elég tág fogalom már abban a szempontból, hogy ugye először erről a mérkőzésről beszélünk akkor, mert szerintem mindenki erre emlékszik inkább, és akkor megpróbálok átkötni az első mérkőzésre. Mondjuk a kettő között annyit el kell mondani, hogy ezt nem mondhatom el, hogy honnan, de az biztos forrás, tehát olyan nem volt, hogy Allegri lemondott volna a két mérkőzés között, tehát azon túl, hogy beszélt Agnellivel, ez így nem igaz. Egész más dolgokról volt szó. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy ugye az első mérkőzésen az Atletico létszámfölényes helyzeteket tudott kialakítani, Juventus borzasztóan futballozott, mondom erre egy picit később visszatérünk, tehát hogy érthető legyen, hiszen itt nem tudunk úgy elemezni, nincsen ilyen monitorok, tehát hogy érthető legyen, a legfontosabb az volt Allegri számára a visszavágon, hogy úgy állítson fel egy csapatot, hogy az egyensúlyt a saját szerkezeten belül megtalálja, ami például Madridban nem volt meg. Hogy lehet ezt megcsinálni? A pálya minden olyan pontján, ahol építő jellegű játék folyik, neki támadó és védekező fázisban is egyébként, neki létszámfölényes helyzetet kell kialakítania. Nagyon nagy ugye meglepetés volt mindenki számára, hogy Emre Can ugye hátul szerepelt, igazából egy Jolly Joker. Igazából egy maradt. Igazából egy Jolly Joker volt. Két dolog, ha megnézzük, hogy hogyan védekezett, földön és levegőben is, szerintem talán egy kivételével az összes párharcát megnyerte. De egy nagyon megbízható alap volt már a védekező fázisban, már csak azért is, mert így Bonucci és Chiellini fel tudott lépni a két támadóra, Maratára és Griezmannra, azért, hogy felvegye őket, tehát magyarul a gyors ellentámadásokat megakadályozza. Na most ez alapból, hogy ott volt Can, 3-2-ről beszélünk, tehát a létszámfölényes helyzet megvolt. De mégis mi az, ami különbség volt, mert például a Desi jó játszik, ugye most sérült volt, hogy az első mérkőzésen ő játszott, akkor is ugye azt mondhatjuk, hogy a létszámfölény önmagában megvan, tehát a 3-2-ben. Igen, nem, de Can képességei, alapból van egy egója egyébként játékos, aki még ismertem őt korábban, mielőtt Torinóba igazolt volna, nem mindenki kedveli, de egyébként a pályán, ez egyébként látható volt, egy határozott erős karakter, pont ilyen helyzetekbe kell őt bedobni. Ugye felvezette a labdát, tehát a védelemből indultak a támadások, abban a pillanatban, hogy ő fellépett a támadásokhoz,
ugye két dolgot vettünk észre, amit az előbb említettem, hogy a 3-2, tehát hogy létszámfölényes helyzetben voltak a védők. Ez egészen pontosan úgy igaz, hogy ugye a védelme előtt van egy Pjanic. Tehát igazából a játékosok mozgásának köszönhetően valójában egy rombusz alakult ki. Tehát beszélünk, középen van a két Atletico Madrid játékos, és az oldalukon, tehát ugye az egyikéken ott van Bonucci, a másik Pjanic, jobb oldalon ugye Chan, és bal oldalon ott volt Chiellini. Tehát egyszer megvolt a 3-2 vonalban, és hogy mozogtak a játékosok, egy rombusz fogtak körbe a két Atletico Madrid játékost, ez rögtön 4-2-t eredményezett. Abban a pillanatban, amikor Csánál volt a labda, és ő feljebb lépett, mi történt? Fellép a középpályára. A Simeone általában egy 4-4-2-2-es felállást alkalmaz, tehát mi történik? Csánnal szemben 8 játékos, mezőnyjátékos marad, 2-4-es sor. Ez borzasztó nehéz átjátszani. Igen ám, de itt is a létszámfölény volt fontos, a pálya jobb oldalán Allegri számára. Mi is történt? Cancelo, ugye, viszont a két játékost feltolt, a Spinazzolát és Cancelót, ugye, egészen, ugye nem tartott őket mélyen, ami sokszor előfordul Allegrinél, egészen magasan fent voltak, ez egyébként később elősegíti az egy-egy elleni játékot, tehát amikor ugye rávezeti a védőkre a labdát. Tehát visszatérve, Chan előtt ott van Cancelo jobb oldalon, és valahol a Bernardeschi visszamozog középre. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mondom, az a baj, hogy itt nagyon nem tudjuk lerajzolni, hogy itt van Emre Can a labdával, jobb szélen ott van Cancelo, és Bernardeschi bemozog, tehát igazából egy háromszöget alakít ki ez a, ez a három játékos. Na most köztük ott van Saul, aki rendre kilép Emre Canra. Mi történik ilyenkor? Az első védelmi vonal, tehát az a négyes, amiről beszélünk, abból a négyes madridi védelmi vonalból, ugye Saul kilép, tehát igazából ami a 4-4-2, ott ugye a középbe, hogy mondjam, a középső négyes az már hármassal alakul, ez volt ez a terület, hogy felpasszolt labda, akár a három játékos összjátékát követően, ugye hasznos volt Bernardeschinek, területet nyert, és egyébként később például ez vezet az első gólhoz is, ott ugye egyébként egy visszaszerzett labda történik, tehát Emre Can visszaszerezi labdát, és abból indul Bernardeschi, és ugye utána jön az első gól. Tehát ez nagyon fontos volt. A másik oldalon ezt nem tudjuk megcsinálni, vagy ezt nem lehetett megcsinálni, hiszen Chiellini nem annyira labdaügyes, hogy rá lehessen bízni a labda felhozatalát. Tehát Chiellini esetében minél hamarabb meg kell szabadulni a labdától, mert hogyha agresszívan letámad, kilép rá például Griezmann, vagy kilép rá például azt hiszem Rodrigo Hernández, akkor ugye gondban lehet. Mi történik a bal oldalon? Ott is létszámfölényt alakít Allegri, de másképpen. Tehát ugye Ronaldo kimozog a szélre, Spinazzola már fent van. Igen. Tehát a szélen, majdhogy nem idézőjelesen egymás mellett, mondom, sajnos nem tudjuk itt normálisan lerajzolni. Két játékos van, és igazából Matuidi szerepe a fontos, aki nem egy nagy labda zsonglőr, de rettentő hasznosan, rettentő szerve, nagyon jól futballozik, zseniális játékolvasásban, tehát pontosan tudja, hogy mikor, hol tud besegíteni. Lehet, hogy nem kerül helyzetbe, lehet, hogy nem kap labdát, de mégis leköti az ellenfél játékosait. Tehát igazából az kell, nem véletlen egyébként, hogy én, ha emlékszünk, amikor Spinazzola egy az egyben rá tudta vezetni a védőjére a labdát, többször hibázott, de megvolt neki az egy-egy. Tehát magyarul, amikor bal oldalon indultak a támadások, vagy Emre Can fordította a labdát tehát a túloldalra, vagy amit említettem, Chiellinitől indult az akció, és valójában ez a hármas, a Spinazzola, Matuidi, Ronaldo hármas meg tudta azt oldani, hogy egy pár másodpercig azt a létszámfölényes szituációt kihasználják, és ennek köszönhetően tudjanak ők ugye mégis betörni a bal szélen, vagy inkább a védelmi vonal mögé kerülni, tehát a Atletico Madrid utolsó négyesének a szélén. Szerinted ez ki volt az Spinazzolának, hogy ennyi egy-egyet vállaljon, vagy alapból ilyen a karakter a játékosnak, mert most sokat nem láthattuk egyébként őt játszani, és most teljesen meglepődve konstatáltuk, hogy úristen ez a csávó, ez felvállalja az egy-egyeket, ez megpróbálja, lehet, hogy amúgy hibázott is jó párszor egyébként a meccs során, nem jöttek össze neki a dolgok, de láttad rajta, hogy ez a csávó, ez bevállalja meg akar. Hát én ugye azt mondtad, azt írtam is neked a mérkőzésre, hogy mi beszélgettünk róla, és én mondtam, hogy én a Spinazzolát nagyon szeretném, hogyha játszana. Mindenki fél tőle, de persze egy olyan játékos, aki nincsen játékban, nincs ilyen nemzetközi tapasztalata, de egy bátor játékos. Azért hibázott ennyit, tehát ha nem tudom, azt hiszem, megnéztem egy statisztikát, volt 9 cselezési kísérlete az ellenfél 16-osának környékén, abból csak 2-szer jutott túl az ellenfelén, 7-szer, de ilyen játékosok kellenek a Bajnokok Ligájában. Annak idején például a könyvben írok róla, hogy Dani Alves is egy ilyen, hogy mondjam,
egy önbizalommal teli játékos, aki szintén elveszteti a labdát, de egy az egybe bátor, pont ilyen futballistákra van szükség a Bajnokok Ligájában azért, hogy nyerhessen a csapat. Mi történt a másik oldalon? Mindenki Cancelótól várta, hogy ő majd egy az egyben a jobb oldalon, ott nem tudom, Juan Franékat ott, vagy aki éppen ott volt, egy az egyben megveri, és azt hiszem az első fél órában én meglepően néztem, hogy nem vállalta be az egy-egyeket. Tehát, hogyha megnézed, a Cancelón volt a labda, és állandóan vissza akarta tenni, és pedig pont ezt várnád, hogy nincsen Cuadrado, nincsen Douglas Costa, azt lehetett tudni, hogy az Atletico, amióta Simeone a szakvezető, teljesen, igazából együtt játszanak hosszú évek óta, most van egy fiatal játékos, ez Rodrigo Hernández, szenzációs futballista, sokan már Busquets utódját látják benne, hogy a válogatottban, a spanyol válogatottban tényleg ez a zseniális játékos, ezt talán nem lehetett most pont látni ezzel a mérkőzésen, de ez így van. Fiatal labdarúgóról van szó, tehát ezek a játékosok azok, akik tudnak valami pluszt adni, tehát ami nálunk ugye Cuadrado vagy Douglas Costa, mivel Hernández és Saul középen áll, egyszerűen nem annyira tömörülnek, és annyira, tehát azt hiszem a Dortmund elleni mérkőzésen 13 méteren játszott a három madridi sor, tehát a 4-4-2, a 10 mezőnyjátékos 13 méteren helyezkedett egymástól. Ez eszméletlen sűrű. Egyértelmű volt, hogy amikor a párharc kijött, csak széleken lehet őket megverni. Egyébként, amit említettem, és mondott, hogy nem fejeztem be, az az volt, hogy amióta Simeone átvette a Madrid irányítását, szándékosan tereli a szélekre az ellenfeleket, tehát annyira tömör a védekezés, ott nem jutsz be, és pont ugye ezért lett volna jó egy Cuadrado vagy egy Douglas Costa, tehát ez sajnos utólag derült ki, ugye, hogy egyik mérkőzésen sem tudott részt venni, pont ezért volt fontos, hogy Cancelo bevállalja az egyeket, és pont ezért volt fontos, hogy bátor legyen végre Allegri, hiszen megtette volna, hogy például behozza Cáceres-t, vagy Cancelót átteszi a bal oldalra, és Spinazzolát pedig nem játszatja. Tehát én nagyon boldog voltam, mert szerintem nagyon hasznos játékos, nyilván egyre többet fog futballozni, és akkor egyre kevesebb hibája is lesz. Úgyhogy én szerintem egy főnyeremény, én játszottam hétvégén is, hogy játszottam volna rögtön, amikor már felépült. De egyébként ez volt furcsa az első meccsen, hogy bennem is megkérdője volt, hogy miért a De Sio kezd a Cancelo helyett, mert ugye a Cancelo, én legalábbis őt raknám kb. Mindig, mert felvállalta korábban az egy-egyeket, és meg tudta azokat az egyéni plusz dolgokat csinálni, amikkel helyzeteket tudtunk kialakítani. És ugye az volt a magyarázat, hogy a De Sio azért kezdve, hogy a védekezésben ő többet tud besegíteni. De hát, hogy jobban félt attól, hogy kikap, mint attól, hogy... De ugye most nem játszott a második meccse, mert egy kényszerűségben. Hát ez volt a szerencse valószínűleg, ha ő egészséges, akkor lehet, hogy Spinazzola nem kezd. És nem lett volna jó Cancelót a bal oldalon játszatni ebben az esetben, mert megoldja a helyzeteket. Emlékezzünk össze, amikor nem tudom, Inter ellen egy nőre nyerte Juventus, akkor ő adta gólpasszt pont bal oldalról, ilyenek vannak. De alapvetően minden játékos, akkor, főleg egy Bajnokok Ligájában akkor érzed magad, akkor érzed az önbizalmat, meg mindent, akkor érzed, hogy egy az egyben ezeket meg tudod oldani, hogyha a kedvenc helyeden tudsz játszani. Igen. Tehát nem csak kényszerűségből a túloldalon. Igazából ugye az első mérkőzés, akkor térjünk ott vissza, ugye De Sio a harmadik védő, azért tartja hátul Allegri. Még egyszer ugye, amit igazából ugyanaz, mint Emre Can esetében, meg legyen a létszám fölény, amikor ők felhozzák a labdát. Hát De Sio ugye nem egy labdazsongló, ezt tudjuk. Egy hasznos futballista. Egyébként ezt Allegri éppen elmondta a mérkőzés után, nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, hogy egyébként Betancourral ezt próbálta játszani, vagy hasonlót próbált játszani. Idegenben azért más a játék, a Juventus is más formában volt, most azért nagyon felszívta magát a csapat, és amit mondok, ott rengeteg hibát vétett Allegri, mégpedig azt, hogy ugye itt beszéltünk arról, hogy ahogy a Juventus felvezette a támadásokat, ugye azt mondtam, nagyon sokat forgatták a labdát, gyors labdajáratás volt, ez mind hiányzott Madridban, tehát nem volt intenzitás, nem volt semmi. Atletico Madrid, ahogy beszéltünk, középen tömörül, tehát átjátszhatatlan normál esetben. Mi történik az első mérkőzésen? Megnyújtja a pályát a Juventus. Tehát van három labdaügyes játékos elől, vagy relatíve ugye. Van három középpályás, tehát ott van ugye Matuidi, Betancur, játszott Pjanic, játszott, azt hiszem, házasan. És mi történt? Öt támadó van egy vonalban. Tehát úgy volt, hogy volt négy Atletico Madrid védő, és mit csinált a Juventus? A három támadó mellé Betancur és Matuidi is fellépett, tehát azt nem tudom, láttátok-e, volt öt támadó játékos egy időben. Kérdés, hogy miért?
hiszen Chiellini hozta fel a labdát, azért ő hozta fel a labdát, mert Bodut csináltak, Pjanicot fogták, tehát magyarul a legkevésbé labdaügyes játékost hagyja az ellenfél kibontakozni, hiszen abban a legnagyobb esély, hogy ő elveszíti a labdát, vagy nem olvassa annyira jól a játékot az adott pillanatban, vagy nem tudja, még ha látja is, nem tudja megjátszani a játékos. Pontosan ez történt, amikor az első mérkőzésen Madridban átlépte Chiellini a félpályát, volt előtte terület, figyeljétek meg, hogy nem támadják őt meg szándékosan a madridi játékosok, akkor már kiürül a középpálya, a Juventus középpályásai Matuidi fent vannak, mondjuk a Ronaldoik vonalában, az ellenfélvédelmi vonalában, ugyanúgy Betancur a másik oldalon, senki nem jön a labdát kérni. Aztán például Matuidi jön a labdát kérni, Chiellini megpróbálja megjátszani, csak ő nem olyan ügyes játékos, hogy egy 35 méteres lapos átadást odaadjon, mert lefülelik a labdát. Tehát annyira kiismerhető volt, és igazából ez volt a legnagyobb probléma, meg az, hogy Allegri nem váltott. Ugye, amit én úgy olvasgattam itt a fórumokon, ugye a szurkolók azért voltak elkeseredve, mert ki lehet kapni egy mérkőzésen, ugye mutatott játék miatt, illetve amiatt, hogy abban bíztak, hogy Allegri majd vált. Ugye Allegri váltott Londonban, behozta Asamoah Lichtsteinert, vesztett helyzetnél végül is megfordította a mérkőzést, és nyert a Juventus a Wembleyben a Tottenham ellen. Tehát valami ilyet vártak, vagy legalábbis reagálja azt le, hogy volt négy, hát mondjam, statikusabb középpályása az Atletico-nak, Simeone a mérkőzés vége utolsó 20 percben váltott, behozott két kimondottan szélső középpályást, tehát magyarul megtámogatta a támadóit, és ugye Allegri ugye erre nem lépett, ugye itt ekkor ez volt a vád, hát hála Istennek a második mérkőzésen azért fejben ő is sokkal frissebb volt, és nem tudom, hogy ezt figyeltétek, hogy bemerte hozni ki, nyilván... Igen, azzal ledöbbentünk. És majdnem el is döntötte egyébként. Már azon is meglepődtem, hogy a Spinazzola helyett Dybalát küldte be, mert én azt nem tudtam, hogy akkor jön egy szél. Igen, nekem az volt végig a gondolatom a meccs alatt, hogy most nőttek meg a tökei, vagy nem tudom, hogy mindent bevállal tulajdonképpen, ami kritika érte. És én azt nem értem, ugye nyilatkozta utána, hogy ez volt a terv az első meccsen, és ugye ez valószínűleg azért volt, mert mint ahogy elmondtad, megpróbálta ezeket a létszámfölényeket, csak nem a megfelelő embereket rakta oda. Most az én kérdésem az lenne, hogy azért nem tudta oda rakni a megfelelő embereket, mert túlságosan bízott azokban, akik megvoltak neki, és kellett neki az a meccs, hogy megtanulja, megérezze azt, hogy milyen is az Atletico igazán játszani, és akkor ki tudta cserélni azokra, akik talán jobbak voltak helyette, mert olyan szintű taktikai variálást vállalt be itt a második meccsen, hogy én is csak úgy pislogtam, hogy a felállást sem tudtam igazából, tehát fogalmam nem volt, hogy játszunk éppen. Annyit láttál, hogy van hatatára. Csáv visszamegy, csáv, de bizony védő, akkor középpályás, akkor felmegy, tehát elképesztő volt, és pontosan ezt várta mindenki, és hát én meg szerintem tényleg sokan, hogy az Allegritől várt formációváltások legyenek, és aztán most volt a második meccs, hogy tényleg csak kapkodta az ember a fejét, és én azt nem tudom, hogy az első meccs, tehát hogy mindig felhozzák Allegrivel kapcsolatban azt, hogy két meccsen lemeccseni nagyon-nagyon nehéz. És szerinted ez azért van, mert az első megfigyeli kicsit, hol vannak a gyenge pontok, ami például a videózásból lehet, hogy nem jön le előtte, hogyha csinálja, és a másodikra ennyire képes megtanulni azt, hogy hol vannak itt a lyukak, ahol be lehet menni? Vagy? Az a baj, igen. Hát, hogy mondjam, bizonyos szempontból ezért Allegrinek is ez egy érési folyamat, tehát ő a csapattal együtt érik folyamatosan. Ez úgy kell elképzelni, Allegri futballja ilyen. Tehát most senki nem gondolja azt, hogy most a Juventus mostantól minden mérkőzésen mi fog játszani, mint a 3-0. Lesznek mérkőzések, amikor megközelíti ezt a teljesítményt, vagy lehet, hogy még jobb is lesz, és lesznek olyan találkozók, amikor bizony hasonlítani fog a játék, mint a madridi mérkőzésre. De Allegri számára, amikor egy szerkezetet összeállít, egy csapatot felállít, egy dolog számít, az egyensúly. Hogyha ő úgy érzi, hogy az egyensúlyt úgy tudja megteremteni, tehát egyfajta szilárdságot a játékban, hogy az nem látványos, rizikós, még hiányoznak a kombinációk, akkor inkább ezt választja. Tehát ő inkább ebből belemegy, mert ez az ő hitvallása, ez egyébként nem reklám, mert tényleg a könyvben ezt eléggé részletezem. A másik dolog, amit beszélhetünk, hogy ugye amikor ő átvette a Conte-féle 3-5-2-t, ő ugye elkezdte formálni a saját maga elképzelésére csapatot, szenzációsan eljutottuk 4-2-3 egyik, stb. Számos, akár mérkőzés közben vált, lásd például a Tottenham elleni londoni mérkőzést, és ez a játék számára kifizetődő. Tehát egy oda-visszavágós párharcban, ha Allegri a szakvezetőt,
akkor valóban jobban bízhatsz benne, mint hogyha esetleg ő bajba kerül, és mondjuk egy BL döntőn kell váltani. Uh-huh. Ugye ez sem mindig így van, lásd, de mondom, a londoni mérkőzés oda visszavágó volt, de ugye a mérkőzés közben vált. Uh-huh. Tehát ott teljesen mindegy volt abban az esetben, hogy volt első mérkőzés, uh-huh. vagy nem. Tehát az első mérkőzés akkor ugye Torinóban volt, uh-huh. tehát akkor már visszavágót játszottunk. Sokan, akik őt nem szeretik, ők azért bírálják, mert azt mondják, hogy mindig azt látjuk, hogy hát most becserélt egy játékost, most látta, hogy mi volt a probléma, kijavította, és akkor akik őt nagyon nem szeretik, mindig azt mondják, hogy igen, magyarul mit csinált? Javította a hibáját, ebben jó. Tehát magyarul az eredeti elképzelés volt rossz. Uh-huh. És akkor ezzel szokták őt, hát hogy mondjam, nem túl kedvező fényben feltüntetni. Én viszont azt gondolom, hogy ő Európában egy vezető stratéga. Azt gondolom, hogy mindig fog megfelelő cseréket tartogatni. Egy pár évvel ezelőtt többször említettem ezt már, de ezzel adott ő újat a szakmának, a futballnak. Egy dolog az, hogy Kamilo Mondjára változtatja egy azon mérkőzésen belül a keretét, ebben Európában, a világon egyedülálló. A második dolog, ez nem jelenti azt, hogy ő a legjobb. A második dolog pedig az, hogy azt hiszem 2015-16-os szezon volt, mert azt néztem, hogy 24-25 cserejátékos előtt volt, nem csupán akkor hasznos, hogy cserejátékos volt lő, behozzuk Bárdzáit, most neki nem kell befejelni nyilván, de ez is mutatja, hogy állegre újat tudott mutatni a szakmának, ami mai napig igaz. Lásd, miután beszáll Dybala, milyen jól futballozott, lehet, ha kezdőként játszik, nem hozott volna annyit, mint Bernardeschi, de ezzel állegre újat mutatott a futballnak, még pedig azt, hogy ma már nem 11, hanem 14 játékos dönti el a mérkőzéseket. Ő bizonyos szempontból akkor érzi magát elemében, amikor egy oda-visszavágós mérkőzésen valóban az első, hogy mondjam, megvan az a képessége, minél többet foglalkozik, vagy játszik egy csapat ellen, annál jobban kiismeri a másik ellenfelét, és ő taktikai zseni. Tehát igazából azt az előnyét tudja kihasználni, hogy a másik oldalon valószínűleg a szakvezető taktikai szempontból nem annyira felkészült, uh-huh. hogy nem biztos, hogy annyira ülnek a változtatásai az adott a másik oldalon a szakvezetőnek, mint neki. És egy idő után ezt az ember érzi. Hozzáteszem, azt is beszéltük, hogy pont az Atletico Madrid azért nehéz ellenfél, mert mindig legtöbb esetben a Juventus ugye, ha a játékos keretben nem is a legerősebb volt, mindig épp Allegri zsenialitásának volt köszönhető, hogy esetleg egy erősebbnek vélt ellenfele túl tudott kerekedni. Most például pont azt mondták, hogy lehet, hogy Simeone az a személy, aki miatt ez a taktikai előny idézőjelben eltűnik, hiszen valójában Simeone szenzációs. Tehát egy kieső Atletico-ból csinált egy ötödik helyzetet, utána két Európa Liga győzelem. Megnyertek minden Spanyolországon, két elbukott BL döntő, de hát ők is ott voltak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy párharc volt. Én azt mondom, hogy egy jó taktikával bármikor tud ő bajnokok ligái döntőt is nyerni. Mert itt két dologra beszélünk, oda-visszavágon jobban kijönnek azok a finomságok, amiben ő tud változtatni, mint egy mérkőzésen. De ez nem jelenti azt, hogy ő egy mérkőzésen ne tudna megverni bárkit taktikailag. Emlékezzünk rá, hogy a két BL döntő, amit elveszített a Juventus, hát ott akkor még, főleg az első Juventus, hát jó vagy gyengébb kerete volt, mint az akkor aktuális, nem tudom, Real Madrid, meg a Vajdus, a Barcelona, Real Madrid. Az a két csapat erőse volt. Most jött el a pillanat, ez volt az első év, amikor végre kapott egy Ronaldót, ez a edző megdolgozott érte, hogy egyszer neki is legyen egy ilyen játékosa, és lássuk be, hogy Ronaldó ugye klasszisan nélkül valószínűleg nem lett volna meg ez a mérkőzés. De ugyanígy a Zidane féle Real Madrid nem nyert volna bajnokok ligáját, hanem nincs Ronaldó, aki nem tudom, a Bayernnek egyszer ugott két meccsen öt gólt az elődöntőbe, vagy lehet, hogy Guardiola nem nyert bajnokok ligáját, ha nincs ott Messi meg Xavi. Tehát mindig kell valaki, aki ez a pici, hogy mondjam, nem tudom, hogy hiányosság, ez talán pont erre jó most, hogy Ronaldo itt van Juventusban, hogy talán ez lesz a megfelelő év, mi nem tudjuk. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy most akkor az Allegri csak hajszállal nőtt Simeone felé taktikailag, vagy szakmailag, és volt egy Ronaldoja, és akkor ennyivel lettünk jobbak, vagy ennyivel, tehát ilyen szinten túllépte most őt? Nem, én nem gondolom, hogy Simeone sem olyan rosszabb szakvezető akkor, ha ki tovább jut a Juventus ellen, vagy most elveszít egy mérkőzést. Tehát nem lehet kiindulni egy-egy mérkőzésből, egy-egy idényből nem lehet kiírni. Te például Simeone továbbra is egy szenzációs edző, rengeteget lehet tőle tanulni. Egyébként pont olvastam az első mérkőzés után, mert néztem így a fórumon, hogy itt szurkolók írtak, és akkor ők írták, hogy mindig azt mondtuk, hogy ez a Juventus úgy védekezik, hogy ilyen betonvédelem, nem lehet minket átjátszani, de közben mégis Bonucci hibázik, nem tudom ki hibázik, stb.
De hogy miért nem látjuk ezt soha az Atletico nálam, amikor az elmúlt 14 BL meccsen egyetlen gólt kaptak, azt hiszem Isco volt az egyetlen, aki 2-3 éve még a elődöntőben rúgott gólt a BL-be ellenük, stb. A kiesésed szakaszban, ugye most a Dortmund például rúgott 4-et neki, de mondjuk az egy másik mérkőzés volt, mindegy. Tehát ugye az nagyon fontos látni, nekem az nagyon tetszik Simeone-ban, hogy olyan harmonikusan építi fel a védelmi vonalait, hogy annál szilárdabb nincsen. Tehát ez egy automatizmus. Az a nagy különbség például a Juventus és a védekező fázisban a Juventus és a Atletico Madrid között, hogy Simeone-nál, ha most képzeljünk egy felállt védelmet, és mondjuk a félpályánál nem tudom én, Dybalánál van a labda. Vagy mit tudom én, Ronaldónál, teljesen mindegy, egy Juventus játékos szervezi a támadást, és teljesen mindegy, hogy Ronaldo a jobb oldalon lépi át a felező vonalat, a bal oldalon lépi át a felező vonalat, a középen lépi át, esetleg keresztbe mozog, harmonikusan mozog a két négyes védelmi sor. Tehát, hogyha Saul kilép, a mögötte levő, nem tudom, mondjuk Puanfra, nem tudom melyik pontosan, vagy a nevet esetleg rosszul mondom, de igazából itt a szisztéma a lényeg, harmonikusan pont ugyanannyi méterre kis túlzással követi őt. Aha. Tehát magyarul tehát nem nő a tér a két védelmi vonal, vagy az egy-egy játékos között, mert ott az bejátszható lenne, például Bernardeszkibe tudna futni, és akkor. Tehát pont ezért alakult ez ki. Allegrinél viszont nagyon fontos, hogy a labda tartózkodási helye, és az ellenfél labdajárató játékosának, vagy játékosának tartózkodási helye az, ami valójában meghatározza, hogy a védelmi vonalak hogyan mozognak. Emlékezzünk vissza, amikor annak idején nagyon szitták Vidált, elemző Olaszországban, mert szenzációs volt, tehát hihetetlen, nagyon hiányzik például egy ilyen játékos most a Juventusból, de még az elején ő elkövetett komoly hibákat, tehát a labda elvonta a figyelmét, kilépett a labdás emberre, vissza akarta azt azonnal agresszíven szerezni, és közben üresen hagyott egy területet, ahol Márquez vagy aki akkor egy csapatban nem lépett be helyére. Tehát magyarul egy lyuk keletkezett. Ezt később Juventus orvosolta. Sokan nem értik például a Khedira szerepét, hogy Khedira miért olyan kedvenc Allegrinél. Pont ebben rejlik. Khedira nem hagyja el a pozícióját, mert kellően intelligens futballista. Uh-huh. Őt nem azért igazolták, hogy Baggio vagy Del Piero vagy Ronaldo szinten rúgja 8 gólokat percenként, hanem azért igazolták, hogy ezt a szilárdságot ő tartsa, ez szürke lesz, ez soha senki nem fogja észrevenni, főleg aki nem elemez, stb. De ez egy nagy különbség. Márquezról egyébként ugyanezek a hibák elmondhatóak egészen tavalyig, úgy, hogy körülbelül 4-5 évvel ezelőtt már elkezdtek ezen dolgozni. Uh-huh. Elvonta a labdát, tehát hogy mondjam, elkezd játszani az ellenfél a saját tér felé, Márquez úgy érzi, hogy vissza tudja szerezni a labdát. Ahelyett, hogy tartaná, egy szilárdságot tartana, mert körbeadják a labdát, de hogy mondjam, steril. Uh-huh. Tehát statikus, tehát nem tudna semmit csinálni az ellenfél a Juventusnál. Kiugrik, kilép, majd ott azt az űr be tudják játszani. Tehát rengeteg ilyen volt, amin Allegrinek fokozatosan kellett dolgoznia. Tehát pont ezt emelem ki, hogy Simeone azért egy zseni, mert ilyen az ő csapatában nem fordul elő, de nem egyszer-egyszer biztos. De most már nem tudom hány éve az edző az a Madridnak, és hogy mondjam, van egy arculata annak az együttesnek. Tehát én ettől függetlenül nyilván, én Allegrit kedverem, mert taktikai sokoldalú, nyilván én az olasz futballt szeretem, lesz mondjuk egy spanyol, mondjuk egy Guardiola hívő elmondja, hogy hát ebben nincs semmi szép, mert mi sokkal szebb futballt játszunk, még egy neve sincs spanyol edző is lehet, egy harmadosztályban is szebb támadó futballt épít, nem tudom. De mondom, ezek finomságok, mindenkinek megvan a kedvence. Én úgy gondolom, hogy Allegri vezető stratéga, és ebben kell bízni, hogy ő marad még egy darabig a Juventusban. És valóban, mint ahogy mondtam, érik a csapattal, bemerte cserélni kint. És mi történt? Ugye, és hogy pontosan mi történik? Becserélte kint, Mandzukicot hozta le, aki statikus. Tehát mi történik, hogyha a Juventus, vagy hogyha az ellenfél tartja a labdát, akkor Mandzukic is visszafele lép. Most neki az lenne a feladata, hogy fenntartja a Madrid védőit. Tehát megnyújtsa a csapatát, de Mandzukic erre nem volt képes. Behozta kint, aki állandóan ugye a mélységben van a beindulásokkal, kénytelen fenntartani a védőket, tehát a védők se léphetnek fel, mert benne van az, hogy kiugratják ezt a fiatal embert, tehát valakinek ugye fognia kell. Tehát magyarul Allegri meg tudta nyújtani a csapatot, ezzel együtt üzent a csapatának, tehát azt mondta, hogy ezt meg akarjuk nyerni, ezt a mérkőzést, nem állunk vissza, mint oly sokszor tettük. Igen. Moratát lecseréli, amikor 2-0-ra vezet a Juventus Münchenben. Kihagy egy-két helyzetet Morata, egyet még az első fél idő végén Cuadrado, mert hogyha még egyet lő a Juventus, vége a történetnek. Mi történik? Moratát lehozza, pedig lendületben van a Juventus,
Morata fenntartotta a belső védőket Münchenben, mi történik? Behozza Mandzukicot, Mandzukic pedig úgy gondolja, hogy akkor segít a csapatának Hori Horgas termetével, hogyha ő is visszazár a középpályára, hát akkor magára húzza ugye a csapatot, mi történik? Végül visszajönnek a németek 2-2 hosszabbításban, kikapunk. Mi történik most Manchesterben, Torinóban a Manchester ellen, ugye Juventus 1-0-ra vezet, én szerintem az ott egy hiba volt, hogy Barzait becseréli, és mi történik? 3 középpályás marad, 5 védővel. Nem lenne probléma, hogyha ott is, mint például Cancelo, Spinazzola esetében, ez a két játékos mondjuk fellépne. Tehát akkor 5 lenne a középpályán, tehát magyarul fenntartja a Manchester. Tehát mi történik? A Manchesternek nagyon nem is kellett dolgozni, meg labdát járatni ahhoz, hogy egyik pillanatról egy csere következtében 30 méterre közelebb kerül a Juventus kapujához. Mert nagyon mélyen volt ez az 5 támadó. Az 5 védő. És ugye 3 középpályás volt, és akkor szívták Matuidit, hogy szabálytalankodott a 16-os előtt. Nem, de hát ez csak egy következmény volt, szerencsétlen, lehet, hogy jobban is meg tudta volna oldani, ez egy következmény volt. Tehát ott egy nagy hiba volt, abból a szabadrugásból lett 1-1. Hogy mondok egy harmadik példát, ez pedig Madrid 3-0-ra vezet a Juventus Matuidi góljával tavaly a BL-ben, ugyanez a szituáció csak idegenben. A Juventus lendületben van, ha Juventus rúgna még egy gólt, egyszer Kedira ki is hagy egy helyzetet utána, ha Juventus rúgna még egy gólt, akkor már 2 kellene rúgni a Real Madridnak. Mi történik? A Juventus visszarendeződik, egy angol nyelvű közvetítést nézek, és még mindig előttem van, vagy még mindig emlékszem, hogy mit mond a riporter, hogy ilyen mosolyogva mondja, hogy na, megváltozott a játék képe, miért? Mert a Juventusnak most már nem kell mindenáron gólt rúgni, hiszen 0-3-ra visszajött 3-3-ra. És most volt először az hosszú évek után, hogy Allegri nem egy ha cserélt is nem változtatott, hanem akkor azt mondta, hogy nyerjük meg a mérkőzést. Tehát kell a bátorság ahhoz, hogy szerencsét legyen, kell a bátorság ahhoz, hogy sikeres legyél. És ugye visszatérve az erre a mérkőzés, ugye beszéltük, hogy Chan hátul volt, ez a játékos, ez egy Jolly, ez mindenhol volt, végül is egy másod irányító szerepkört töltött be. De ugyanezt megcsinálta Bernardeschi a pálya utolsó harmadában. Bernardeschi fel alá rohangált rengeteget, szenzációsan futballozott. És ilyen játékosok kellenek ahhoz, hogy siker legyen. Azt nem tudom, hogy észrevettétek, hogy olykor, mikor Kahn fellépett, akkor értelemszerűen ugye visszazár Cancelo és Spinazzola, tehát akkor a 4 védő, mert igazából egy 4-4-2-be védekezik a Juventus. És amikor a cserék megtörténnek, akkor nem tudom, hogy ez feltűnt számotokra, hogy ugye lejön Spinazzola, Allegri Bernardeschit irányítja Spinazzola helyére, és Dybala pedig átmegy eredetileg ugye Bernardeschi helyére. Dybala nagyon jól játszik, viszont Bernardeschi kiesik a szerepéből. Van egy 5-6 perc, amikor állandóan az Atletico Madridnál van a játék. De miért? Azért, mert Bernardeschi visszazár a saját 16-osán belőre, tényleg szenzációsan futballozott szívvel, lélekkel, de nem találja a helyét. Matuidi üvölt Cancelóra, hogy álljál, hogy zárjon be, tehát igazából az történik, hogy Cancelo lesz átmenetileg a bal hátvéd, Chan a jobb hátvéd. Tehát 4-4-2 megmarad, de mivel Bernardeschi nem tudja elvégezni a feladatát, ez valamikor ezen a mérkőzésen a másik félidő 60-70. Perce körül van, Bernardeschi nem érti a saját szerepét, ez nem feltétlenül az ő hibája, ezt vagy le kellett volna kommunikálni, vagy lehet, hogy ilyet bele még nem játszottak, ezt így nem tudom. Tehát Cancelo lesz a bal hátvéd átmenetileg, és Chan a jobb hátvéd. És amikor ez rendeződik, és azt mondják, hogy a két belsőt megtartom, tehát ott van Pjanic és Matuidi, behúzzanak a pálya közepére, és akkor igazából kialakul egy 4-2-4, de mondom, ez játék a számokkal, mert valójában mi alakul ki, egy 4-2-2-2. Igazából mindegy, és akkor utána újra rendeződik a Juventus, és ahogy mondtam, kinnel megnyújtják. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok, mert ugye mindenki dicsérte Bernardeschit, zseniális volt, én nagyon szeretem őt. De egyébként volt egy ilyen 5-6 perc, ez volt az az időszak. Ha emlékeztek, a másik fél időben van egy időszak, amikor állandóan Griezmann végre tudja tartani a labdát, ott Correával, a cserejátékossal, és ott a jobb oldalon tartja. Na, ez az az időszak, amikor Bernardeschi nem találja a helyét. Ezt érezni is lehetett, hogy amikor megtörtént a Dybala csere, hogy ugye az Atletico-nál többet volt a labda, és hogy mi valahogy úgy átállunk, és még mondtam, és meg is éreztem, hogy most állunk át valami más formációra, csak nem nincsenek még meg a helyek. De a Bernardeschit nem vettem észre konkrét, hogy ő az, aki nem tudja, hogy mit csinálja. Tehát nekem komplett mindenki úgy tűnt, hogy most mindenki nem ott van, ahol kéne. És volt az tényleg az 5-6 perc, hogy így
akkor az akkor egy kicsit fosatós volt. Igen, az tényleg feltűnt a meccsen amúgy, hogy rengeteget mutogatnak egymásnak a játékosok, hogy te menj oda, Ordi be, és azt eddig nem láttam, és nagyon tetszett, kicsit hozzáadott ahhoz, hogy láttam, hogy pörögnek, és tényleg volt egy pillanat, azt még neked is mondtam, hogy Chiellini talán Spinazzolát ordította le hasonlóan, hogy megy már utána, és akkor eszmélt, hogy ott elfut, nem is tudom ki volt jobb szélen, a Atletico Madridnál, és ment utána rögtön. Lehagyta a labdát a támadás után, amikor egyéb. Tehát olyan volt, mintha külön kis edzők lettek volna szintén a pályán, valószínűleg Allegri elég jól elmondta, hogy mit vár el tőlük, aztán akik jobban megértették, próbálták irányítgatni azokat, akik kevésbé. Igen, ugye két dolog van. Hát az egyik dolog az, hogy általában mindig van egy játékos, vagy akár több, különösen mondjuk egy-kettő, akire ugye a többiek hallgatnak, vagy ilyen krízis helyzetben úgymond az edzőnek a meghosszabbított keze. Például lehet Allegrit nem lehet hallani, mert ott a felező vonalatól nem tud 40 mér, meg mit tudom, hogy tele van a stadion, mindenki üvölt. Uh-huh. Tehát ott nem lehet hallani, ez az egyik. A másik dolog önmagában az nem egy rossz dolog, ez általában azért a játékosok akár pozitív, akár negatív értelemben egymást igazából így, hogy mondjam, olyan helyzetbe hozzák, hogy figyelj, koncentráljon jobban, stb. Tehát alapvetően ez nem egy rossz dolog. Itt szerintem egy meg nem értettség volt, ez biztos, hogy ők ki fogják elemezni, és biztos, hogy benne, hogy legközelebb már Bernardeskit be lehet tenni ebbe a pozícióba. Olyan van, hogy esetleg valakit betesz egy olyan pozícióba, amiből nem érzi magát annyira otthon. De ugye mi történt, ahogy Cancelo átment a bal oldalra, Cancelo se a legjobb védekező játékos. Egyébként, ráadásul nem baloldalnak pláne nem, de mégis egy stabil szintet tud hozni, tehát azért az megbízható. És ugye előtte már ott volt Bernardeschi, és akkor Bernardeschi érezte, hogy mögötte van valaki, aki végig ott van, ez már Cancelo volt a végén, ugye utána jönnek ezek a helyzetek, amiből például a 11-es lesz, tehát ismét önbizalmat nyer, ismét jól futballozik. Nagyon sokszor van, ha megfigyelitek, azért is hoztam ezt a példákat München, Madrid, hogy most ugye, amiről beszéltünk, mikor a Manchester nyert Torinóban novemberben, vagy mikor volt a mérkőzés, hogy mindig van egy csere, ami megtöri a lendületét a Juventusnak. És most is megtörte, pedig most pozitív értelemben jól cserélt Allegri. Itt az átszervezéssel volt egy kis probléma, de nem még azt sem, nagyon nem lehetett hibáztatni, inkább annyi történt, hogy az egyik játékos nem igazán értette, hogy pontosan mit kell, hol kell neki lennie, és az egy zavart kelt. Az nem azt jelenti, hogy ő nem tudja megoldani ezt a feladatot. Ezen biztos, hogy dolgozni fogom, de hát ilyen azért előfordul. Minden esetben ez egy taktikai finomság, amiről lehet beszélni, meg szerintem érdekes, mert ez volt az a 6 perc, vagy nem tudom, amikor Griezmann ott szépen tudott játszani. És azt hiszem akkor volt, mikor, nem tudom pontosan, akkor volt még egy átlövése Koreának, azt hiszem volt egy, elkerült a kaput, de mit tudom, 21 méterről akkor ő kapura. Hát Bonucci, meg ugye Moratának volt egy nagy helyzete. Igen, tehát ugye Bonuccinak nem nagyon tud javulni ebben, hogy oldalról élesen bejövő labdát nem tudja úgy lereagálni. Tehát hogyha neki őriznie kell valakit, tehát ebben a szempontból se nem Chiellini, se nem Barzai, vagy csak nem is Cáceres. Neki más erősségei vannak, mindig kérdezik, hogy a négyvédős szerepben, ugye Capello elmondta, amikor a Milánban játszott tavaly Bonucci, akkor ő nyíltan a Sky-on, vagy nem tudom, szakértet is, rengeteg újságciklet belőle, hogy Capello úgy bírálta Bonuccit, hogy ugye azt mondta róla, hogy négy védős felállásban képtelen megoldani adó feladatát, rosszul játszik, kifejezetten rosszul. Rosszul játszik. Most azért van a három védős rendszer, mert ő van középen, ez mit jelent? Tehát védve van, tehát az élesen belőtt labdát, tehát hogy mondjam, hogy ez sokkal kedvezőbb számára, mélyebben van, a megelőzéseket nem neki kell megtenni, hiszen a másik két játékos, amikor most vonalban voltak, a Chan fellép, vagy Chan csak hátul tartózkodott, akkor persze ő lépett fel, tehát például a Morata meg Griezmann ellen, most pont Bonucci, meg ugye Manchesterben is, akkor 1-0-ra nyer a Juventus, akkor is Chiellini és Bonucci rengeteget előzi meg a játékosokat. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ha a védelmi stabilitás az igazán fontos, például ilyen mérkőzésen, amikor a Juventus nem kaphat gólt, mert csak kap egyet, mert nem lesz elég idő, mert akkor már kettőt kell rúgni az idegenbeli, vagy az ellenfél esetleges idegenbeli lőtt gólja miatt, akkor a három védős rendszer, ami kifizetődő, akkor lehet szerintem négy védővel játszani, hogyha nem élethalál kérdés, hogy úristen, most gólt kell rúgni, tehát magyarul például egy első mérkőzésen, vagy amikor mit tudom én, egy-egy gól a különbség, de az biztos, hogy amíg Bonucci hátul van, addig a háromvédős rendszer hasznosabb számára. Hozzáteszem, ez sem volt végig háromvédős rendszer, beszéltük, hogy Camilo Modjára ez volt négy
4-2, ez volt 3-4-3, stb., amit mondtam az előbb, 4-2-2, de mondom, ezek ilyen, igazából mondom, játék a számokkal, bármilyen a rendszer, a hozzáállása számít, és minden egyes szakvezető másképpen ugyanazt a játékrendszert másképpen valósítja meg, más elgondolások szerint. Úgyhogy egy érdekes dolgot még, az nem tudom, amit szintén itt olvastam a fórumban, hogy ugye Cuadrado és Douglas Costa nem játszott. Te emlékezzünk vissza, hogy amikor Ronaldo ugye ideigazolt a Juventusba, az első mérkőzés az Veronában volt a Chievo ellen. Igen. És akkor tényleg az, ami nekem is nagyon tetszett, úgy állt fel ugye a Juventus, hogy ott volt jobb hátvéd volt Cancelo, elő volt ugye 3-1, ugye úgy volt, hogy Dybala volt középen, és akkor két szélem volt, Douglas Costa és Cuadrado, és az egyetlenék volt Ronaldo. De a játék nem funkcionált. Tehát akkor fordítja meg a mérkőzést a Juventus, amikor a Bernardeschi pályán van, Mandzukic a pályán van. Mi történik ekkor? Tehát abból szerintem az egy 4-2-3-1 volt. Ami egyébként nem lett volna rossz, de nem működött, igaz, hogy csak az első mérkőzés volt. És mi történik a következő mérkőzésen? Azt hiszem az... nem tudom már melyik volt, ott ugye Mandzukic is kerül be a csapatba, és ott már csak 3 támadó van fent a Juventusban. Tehát fent van egy Mandzukic, egy Ronaldo, és szerintem ki volt fent? Dybala volt fent, igen. És utána az marad egy darabig, egészen addig, amíg ugye Mandzukic meg nem sérül. Mandzukic megsérül, tehát kiesik egy pár hónapra. És akkor az a játék, az szerintem kevésbé látványosabb, de Ronaldónak pont ez kell, mint annó Benzemán volt. Benzema már kevés gólt rúgott az utóbbi időben, de Ronaldo ért játszott valójában. Tehát kell egy ék Ronaldo előtt, aki leköti a védőket, aki hivatkozási pont, aki visszajátsza, vagy rá fel lehet passzani a labdákat, aki elmozog, kimozog a szélre, hogyha Ronaldo pedig középre húz, tehát elvonja a védők figyelmét, és Ronaldo játszhatja a saját játékát. Miután ez akadozott, Ronaldo több cserre kell, azt hiszem most többet cselez, volt egy ilyen statisztika, valamelyik héten olvastam, hogy többet próbálkozik cselezéssel a szériában, mint előtt a ligában, vagy például több beadást végez, és emlékezünk arra, hogy amikor Mandzukic megsérül, akkor játssza a legjobb mérkőzését a Juventus. Két-három jó mérkőzése van, igazán jó, például Manchesterben, amikor a Juventus nyer. Uh-huh. Akkor ugye ott van már Cuadrado van fent, Ronaldo és Dybala, és akkor pedig elveszíti a Juventus a hivatkozási pontját, mert nincs Mandzukic, aki egy erős karakter, fizikális, stb. Fel lehet rá passzolni a labdát, tehát ad egy, hogy mondjam, az első vonal az ő egy szemében, de ő nincsen. Éppen ezért passzol többet a Juventus, éppen ezért járatja jobban a labdát, és fent van egy Dybala, egy Cuadrado, egy Ronaldo, akik sokkal inkább nem statikusan elől tartózkodnak, hanem mélységből indulnak be. És itt Dybalának van fix posztja, Ronaldónak van fix posztja, de oda mozog, ahova ő kíván, és Cuadrado az, aki ezúttal alkalmazkodik. Tehát Cuadrado azt a pozíciót foglalja el, ahol se nem Dybala, se nem Ronaldo nincs az adott pillanatban, tehát ahol nem tartózkodik az adott pillanatban. Így jön össze a vezetőgól Manchesterben, mi történik. Dybala ott áll a felező vonat átlépve, ott áll a manchesteri védelem bal oldalán. Ronaldo eldönti, hogy ő kimegy ugyanarra az oldalra. Tehát ott két Juventus játékos van, és senki nincsen, támadó vonalban a másik oldalon. A Cuadrado az, aki berohan a 16-oson belőle. És ebből jön a gól, mert ugye Ronaldo beteszi középre, ott Cuadrado birkózik egy védővel, és ugye úgy kerül Dybala elé a labda. Uh-huh. Tehát ott például Cuadrado felismerése kellett a gólhoz. Vagy mondok most még valamit. Most mindenki azt emeli ki, hogy Bernardeschi kiharcolta a harmadik 11-es, vagy a 11-es, a harmadik gólt, illetve azt, hogy az első gólnál ugye ő adja a beadást Emre Can labda szerzésénél, de ugyanilyen, ha valaki visszanézi a második gólt, akkor mit lát? Ronaldo ugye befejezi a labdát, nem tudom, Godin mellől vagy valami. Igen, csak Godin figyelmét elvitte valaki. Tehát Bernardeschi volt az, aki berohant, egészen talán, nem tudom, nem most előttünk kéne, hogy legyen az ábra, és akkor lehetne magyarázni. Aki igazából Ronaldo és a védője mellé befut, akkor mi történik? Megzavarom azt a védőt, aki Ronaldóval van elfoglalva. Az az egy másodperc, az azban segíti Ronaldót, hogy ő érje el a labdát a fejessel. Tehát, hogyha ezt valaki visszanézi, azt kívánom, hogyha tényleg valakit érdekel, akkor nézze vissza ezt, mert Bernardeschinek semmivel nem volt kevesebb szerepe a második gólban,
mint a harmadikban, vagy az elsőben, amikor gólpasszt adott, másképpen, másféle módon, de ugyanúgy segített, hogy ez a gól összejöjjön. Ez egyébként szerintem egy érdekes dolog, nekem például ez nagyon tetszett. Még. Mert előtte én tőle ezt kevésbé láttam. Nekem azt tetszett nagyon, hogy szerintem már beszélünk meg a mondjuk 30 perc erről a mérkőzésről, és Ronaldo az utolsó 5 percben jött fel, holott ürött a 3 gólt. Tehát ez mutatja, sok vita volt mostanában, hát inkább vita, ez inkább már kicsit lejjebb ült, hogy nem vitának hívnám, beszélgetés, hogy ki volt igazán a fontos a meccsen, a csapat, vagy Ronaldo. Hát ugye mégiscsak Ronaldo ült a 3 gólt, hát most megkaptuk szerintem a választ, mert elég egyértelmű. És fény, ez nyilván az övé. Tehát ő a médiában Ronaldo rúgott 3, tehát ezt így adják el. De valójában... De aztán közben mi volt mögött? Masszívan kell csapat teljesítményehez. Hát ez a csapatunk, de nincs olyan, tehát hogy mondjam, nem tudom, a brazil Ronaldo nem egyedül nyert világbajnokságot, vagy mit tudom én, a nem tudom, tehát a Ribaldótól, tényleg a legnagyobb Van Bastenig, hát ők a legendák, meg nem tudom, de hát egyedül, mert a Milán, most mondták, hogy a Milán azért nyert, akkor ugye bajnokságot, Európa kupáját, Sakival, meg minden, mert volt 3 Holland elől. Jó, tehát akkor vegyük ki Maldini, Barézit hoztak úr, tehát mindenkit 3. Megnézem, hogy ha berakjuk oda, nem tudom, a másokat, akik esetleg nem olyan tehetséges védők, akkor mi lett volna. Tehát ilyen mindig lesz, az biztos, hogy ha nincs Ronaldo, akkor a Juventus nem jut tovább, hiszen ha megnéz, valójában lehetetlen helyzetekből fejel gólt, igen, vagy legalábbis nagyon nehéz szögekből, tehát az főleg az első lehet. Volt szerintem, ami lehetett, tehát az én nem tudom, hogy először meg feljön a védőben. A másodikat meg, ha nincs a gól technológia, szerintem senki benne. Igen, ennek örültem még, hogy játékvezető jól fújt a mérkőzés, de azért, mert Juventus jutott tovább, hanem relatíve jó ilyen színezkedés, a Chiellini ott mindig van, mert én már eléggé, ami nagyon fel, hogy mondjam, amit nagyon idegesített, az első mérkőzés volt, amikor ugye Bonucci ott színészkedett. Tehát abból kapta Juventus az első volt. Tehát akármennyire rosszul játszott végül is, ha az ott nincs, akkor lehet, mert az őről, vagy az ő emberre rúgta be igazából azt a labdát abban a pillanatban. Na mindegy, tehát valóban, tehát a Ronaldo nélkül nem lett volna meg a mérkőzés. Na de Ronaldo se rúg 3 volt, hanem ha ilyen csapat nincsen mögötte. Úgyhogy ez igen, mindig kell egy ilyen sztár. Erről beszéltem egy 15 perccel korábban, amikor azt mondtam, hogy ugye Allegri végre kapott egy olyan játékost, amivel a közvetlen riválisai rendelkeztek végig. Igen. Tehát például, amikor a BL döntőben ott van Messi, ott van Neymar is, de én őket nem venném egy szintre. Szóval ott van Messi ellene, vagy ott van a Bajnokok Ligájában, éppen Ronaldo rúg 2 gólt lőtt ugye a Juve ellen a BL döntőbe. Tehát úgy gondolom, hogy ez az ember ezt kiérdemelte, hogy egyszerű, hogy neki legyen egy ilyen legendás játékos, jó volt már Juventus, amit tudom, vagy a Milánban ugye dolgozott Ibrahimovic-sal, de Ibrahimovic sem Ronaldo szintű játékos, nem technikai értelemben értem, hanem amit végül is megvalósít ilyen kielezett pillanatokban. Ilyenkor lehet látni, hogy Ronaldo egyébként mennyit ad tényleg ezeket a mérkőzők 3-0-ra meg kell nyerni, és akkor eldönti. Jó, most bukatta volna a Pjanic a 11-es, és akkor lehet, hogy a Pjanic rúgja be, akkor Ronaldo csak 2 gólt rúg, de ilyen szempontból ez azért nagyon hiányzott. Tehát azt lehetett látni, hogy a Juventusnak pont egy ilyen játékosra volt szüksége. Tehát végre eljött az a pillanat, amikor nem azt kell nézni, hogy Allegri tényleg meg a szakmai stáb, tehát nem egyedül, megtesznek mindent, a csapat megtesz mindent, és akkor mit tudom én, ugye 3-0-ra vezet Madridban, és akkor kapnak egy 11-est, csak a Madrid tovább jut, és akkor is ugye Ronaldo berúgja 11-es, az esik ki a Juventus, tehát mindig hiányzott valami pici. Most ugye fel van adva a lecke, most már mondhatja Allegri, hogy neki nincs ilyen futballistája, hát pont ezért volt ez a harag felé, ugye, hogy még Ronaldóval sem sikerül az Atletico-t Madridban megverni. Most ezt ugye visszahoztam, most ugye majd ha jön a sorsolás, akkor meglátjuk, hogy kit kap a Juventus, de igazából most már, ha a Juventus meg akarja nyerni a tornát, teljesen mindegy, hogy kit kap, mindenkit meg kell venni. Bár mondjuk én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a bajnokligája szerencsés kell, és a szerencséhez hozzátartozik, hogy most minden húzzák be a Juve mellé a Portót, például. Mindenhez kell szerencse. Egyébként lehet, hogy a erősebb csapatot jobb akkor érdemes kapni, amikor az ember formában. Nem tudom, hogy a City félelmet. Erről beszéltünk a meccset, hogy annyira nem vagyunk formában, és annyira kilátástalan volt a játékunk, hogy most ez alapján, a meccs alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy mégis formában vagyunk, vagy mint. Tehát, hogy annyira átmenet nélkül lettünk jók, hogy nem is tudom, hogy hová tenni ezt az egészet. Igen, Juventus. Allegrivel, meg általában az olasz futball, ha valaki a válogatottat megnézi, tehát mondjon egy olyan világbajnok
mondjuk jó, a Pozzo csapatok, azok mások voltak akkoriban, de most őszintén bajnokok, vagy mondjuk a Sacchi-féle Milan, ezeket kiveszem, de ugye az összes többi alkalommal, főleg a Juventus esetében masszív erős csapat volt a Juventus, de egyértelműen jobb, hogy ezt valaki kijelentse a szezon elején, ez igazából 97-98, akkor ugye elveszíti a két BL döntőt, 96-ban megnyeri, de a következő kettőt elveszíti. De igazából, és akkor is, mit tudom, hogy Feyenoordban kikap 2-0-ra. Tehát ez az olasz csapatokra mindig jellemző volt, azért is mondtam az előbb, hogy most nem gondolja azt, hogy minden mérkőzés, senki nem gondolja azt, hogy mostantól a Juventus mindig 3-0-ra nyer, vagy ilyen, legalábbis ilyen játékot fog mutatni, vagy azt, hogy ne játszana máskor is úgy, mint például a Madridban az első mérkőzésen. Tehát azért ez benne van. Ez szomorú, úgyhogy azt mondom, hogy valami előre, nem, most előre, emlékezz, a győzelme ez ad a Juventusnak, a bajnokság megvan, viszont azt abból a mérkőzéseket abból a szempontból komolyan kell venni, hogy például olasz kupa nincsen, tehát időzőjelben játékban kell lenni ahhoz, igen, hogy utána a bajnokok ligájában kellő intenzitással, gyors labdajáratással, ami egyébként pont hiányzott ugye az elmúlt hónapokban, a Juventus felvegye a versenyt az ellenfelekkel. Na, szerinted most a bajnokságban 18 pontos előnyből hogyan tudják ezek a játékosok, az edző is motiválni magukat, hogy játékban maradjon, hogy ez a pörgés meglegyen? Hát ez igazából fejbe dől el, hogyha Juventus valóban meg akar, ha Juventus tudja, hogy mit szeretne, ha játékosok tudják, hogy mit szeretnének, akkor ez nem jelentett problémát. Most nyilván, hogyha fél gőzzel is nyerni fognak bajnoki mérkőzéseken, de még egyszer mondom, az olasz futball, a válogatott mindig ilyen volt. Tehát a válogatott is, mit tudom, hogy leixelt Norvégiával, 3 nap vagy 4 nappal előtte meg tud verni egy Brazíliát vagy valakit. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy. Tehát ez a olasz futballra mindig is jellemző volt. Ez soha nem lesz olyan, mint a brazil futballiskola vagy a spanyol futballiskola, amelyek nem jobbak, hanem mások. Tehát az ahogy én gondolom. Mégpedig az, hogyha van egy szuper csapatotok, vagy például, hogy a spanyol válogatott uralta az elmúlt években, majdnem 10 éven keresztül ugye a világfutballját, mert minden tornát megnyert, minden lényegesebb tornát, és akkor elvárta az ember, hogy most is jól játszol, holnap is jól játszol, ha Luxemburg az ellenfél, ha Brazília, tök mindegy. Ez az olasz futball soha nem volt jellemző, de a Lippi Juventusára sem volt jellemző, tehát azért ilyen probléma nem lesz, én inkább a könyvben pont arról írok, hogy az a baj a Juventusnál, hogy Juventus általában mindent akar. Tehát én azt mondom, hogy mindennek van jó meg rossz oldala. Most például végre az történik, hogy és most például az Udinéz a meccs ezt mutatta, hát mennyi cserejátékos volt. Most, hogyha ott egy kiélezett 3 pontra van a Napoli Juventus-tól, akkor biztos nem így áll fel a Juventus az Udinéz ellen. Akkor lehet, hogy ki nem ismeri fel, meg akkor Spinazzolát, stb. És akkor ők nem játszanak az Atletico ellen. Tehát most azért a csapat egy kicsit frissebb is volt, és hogyha le lenne terhelve, rállandóan a bajnoki címért kellene hajtani, akkor ugyanúgy járnánk, mint az összes elvesztett bajnokok ligája döntő előtt. Mert amikor a Juventus volt esélyese a bajnokok ligája, mit tudom, 2003-ban pár nappal előtte nyeri meg, emlékszem, Divájó rúgja be a gólt, azzal lesz otthon 2-2, és akkor bajnoki címet ünnepel a Juventus, és utána fásultan utazik a Milán ellen Manchesterbe a döntőre, ahol esélyes, de elveszíti. Tehát, és volt, és egyszer Lippi nyilatkozta ezt pont, hogy mivel minden fronton Juventusnak mindig nyernie kell, ezért nagyon sokszor hogy feláldozza a bajnokok ligáját. Nézzük meg a Real Madridot. Tehát mindenki Ancelottiról beszél, hogy a Décimát elhozta 12 év után 2014-ben. 2014-ben, ha nincs meg a bajnokok ligája, akkor szerintem a Real Madrid abban az évben nem nyer semmit. Lehet, hogy a kupát megnyerte, azt hiszem a kupát megnyerte, de szerintem a bajnokságot akkor pont az Atletico nyerte, ha nem tévedek. Azt hiszem a pont a Juventus elleni BL döntőben volt, ha nem tévedek, de lehet, hogy tavaly, amikor a Real Madridnál azt mondták, szerintem az 2 évvel ezelőtt volt, hogy a Real Madridnál azt mondták, hogy nem tudom, milyen prémiumot adunk, mert nem tudom, x év után fordul elő először, hogy egy évben megnyeritek a bajnokok ligáját és a bajnokságot. Tehát még egy Real Madridnál is így van. Most a Juventus mit akar? Állandóan meg akarja nyerni a bajnokságot, és megpróbálja megnyerni a bajnokok ligáját. Csak a végére nem marad elég szufla sokszor. Most legalább mentálisan azt nem lehet majd mondani, hogy le lesznek terhelve. Hát előre nem lehet tudni semmit, majd meglátjuk. Ezek szerint még lehet mondhatjuk azt, hogy jól jártunk, hogy kiestünk a kupából, meg a bajnokságot hajóhozzá veszhetjük konkrétan. Hát nem tudom, az, hogy a kupából késett Juventus, azzal nyilván nem jár jól, mert most így belefért volna, főleg annak tudatában, hogy 18 pont az előny a bajnokságban.
ami csökkenhet, meg nőhet, de hát azért alapvetően, hogyha Juventus igazán bajnokok ligájú győztes szeretne lenni, és hogyha ezek a játékosok, és úgy látom, hogy elhitték a Madrid ellen, hogy ők mit akarnak igazán a pályán, és ezért ők tettek, és ezt ők megcsinálták. Ugye ez a, és ez a győzelem egy olyan tartást adhat nekik most, hogyha ők igazán szeretnének valamit, akkor itt a feladat, akkor dolgozzanak azért. Akkor hiába 18 ponttal vezetik a bajnokságot, még akkor is, hogyha ezt könnyű kimondani, akkor előttük van egy feladat, meg szeretnék nyerni a bajnokok ligáját. Vannak más csapatok is Európában, hát a többi országban is előfordult, nem tudom, a Barcelona vezette 10 ponttal vagy 8 ponttal a bajnokságot, mégis koncentráltan oda tudott figyelni a mérkőzésekre. Tehát van egy feladat, van idejük, nem lesznek úgy leterhelve remélhetőleg, mert nincs kupa, a bajnokságban vezetnek, egy feladatuk van, minél előrébb jutni a BL-ben. Igazából ennél többet ebben a pillanatban ők nem kérhetnek. Ez ennek a topiknak egy jó lezárása. Igazából két témánk vannak még. Mondtad, hogy Paraticsivel találkoztál nem is olyan régen, és beszélgettetek. Miről beszélgettetek? Nagyon szimpatikus volt, igen, Dubajban találkoztam vele, megválasztották az év menedzserének, ugye sportigazgatójának, hát nyilván akkor Márotta már nem volt ott, érdekes lett volna, hogy például, hogyha Márotta akkor még aktív, akkor valószínűleg Márotta kerül oda, igazából mindegy. Paraticsinek ez ugyanúgy érdemes, sőt, hát ő milyen sokáig háttérben volt, igen. Soha nem beszélt róla senki, és maximum az elmúlt egy-két évben, például Ronaldo átigazolásánál került ő előtérbe. Ő nagyon szimpatikus volt, egyébként ott volt nyilván az egész család. Azt a fotót, ami készült rólunk, az például pont a felesége készítette, ott volt a lánya, gratulált a könyvhöz, azt elmondhatom, annak örültem, és akkor beszélgettünk egy-két dologról, igazából milyen átigazolási dolgokról, és akkor ugye utána jött egy hónappal később az, hogy ugye a Juventus érdeklődik néhány játékos iránt. Azt egyébként azt el lehet mondani, tehát ott is ment a vita róla, hogy valóban ő hagyta az étterembe a papírkát a nevekkel. Egyébként valóban ő hagyta, tehát ez igaz. Ez igaz. Ez nincsen ezzel semmi probléma. És miután én olaszországi felkérést kaptam a Szoboszlai elemzésére, akkor tudatosult bennem, hogy valóban érdeklődnek a játékos iránt. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy ahogy az összes fiatal, ez nyilván úgy működne, hogy egy nagy klub, akár őbe, akár egy másik klub meg is veszi Olaszországban, akkor először kölcsön fogják adni kisebb csapathoz, stb. Aztán egy előbb-utóbb visszakerül, és majd akkor kiderül, hogy az akkori szakmai vezetés, aki azt se tudjuk, hogy ma még ki, annak milyen tervei vannak, akkor a játékos hogy játszik. Tehát igazából ezek ilyen dolgok. Hát én reggel már tudtam, hogy ő nyeri a díjat, úgyhogy nyilván örültem neki, ott egyébként Matuidi is nyert, Matuidi családját és Matuidit magát, szintén egy kollégával én kísértem be a díjátadóra, úgyhogy ez is egy nagy élmény. Matuidivel egyébként már találkoztam egyszer korábban is, szimpatikus játékos, mert őt is megválaszt, azt hiszem nem sem életműdíjat kapott azért, mert ugye világbajnok lett a válogatotta, de Champ is ott volt, egy pár szót váltottam vele is Gattuso, és mit mondtam? Ja, Benatiával, ugye? A Benatiával egy éve, nem, vele korábban találkoztam, az egy másik dolog volt, és akkor is ugye Dubajba, nem tudom, azt hiszem Maldív szigetekre repült, de Dubai átszállással, és akkor ugye arra beszélgettem vele, hogy neki ugye, hogy mondjam, azt mindenki tudta, rosszul esett az, hogy ő úgy gondolta, hogy bedolgozta magát a csapatba, és Bonucci-t ugye őt visszahozták, amivel egyébként nincsen semmi probléma, egy nagy klubnál nyilvánvaló versenyhelyzet. Inkább az, hogy nem, úgy érezte, hogy ő többet tudna tenni a csapatért, de nem igazán számítanak rá. És nyilván ennek köszönhető az eligazolása, én annyit jegyeztem meg akkor, hogy várj még, hogy a Bajnokok Ligáját szeretnél nyerni, vagy legalábbis az esélyét megadod magadnak, akkor maradj most, mert egyébként öregednek a Juventus védői, és az lehetetlen, hogy három, akkor még ugye a olasz kupában pont verseny volt a csapat, hogy három fronton, de akár két fronton is, ugye ez a két belső védő, vagy három fogja az egész szezont végigvinni, mert ott lehet sérülés bármi. És biztos, hogy ebben ezt ő tudta már egyébként is,
de ott valami megtört benne. Tehát igazából ilyenekről beszélhetünk, ilyen dolgokról, és azt hiszem egy-két be is jelentették utána röviddel, hogy ő aláírt. Mondjuk ő ugye azzal magyarázta, hogy szeretné, hogyha a gyermek iszlám világban nő fel. Hát ez biztos így van, de valószínű, ez 3 év múlva is megléphette volna. Tehát 3 év múlva is felnőhetett volna iszlám világban a gyereke, de nyilván ahhoz az kellett volna, hogy több lehetőséget kapjon. Úgyhogy igazából ilyen dolgok. Lichtsteinerrel beszélgettem még. Hát nyilván ő már azért lefele megy a pályafutásában, tehát a Londonban vagy az Arsenalban is ugye már de pont ott, miről beszélgettem vele, hogy Londonban mikor beszállt. Igen. Ez mekkora élmény volt neki, hogy igazából az volt igazán az utolsó nagy olyan dobása, amit ő úgy érez, hogy az utolsó évben Juventusban. Tényleg ott ugye egy Asamoah-t Lichtsteinerbe cserél Allegri. Senki nem számított, mert akkor már Jézus és ráadásul állt 3-5-2 és bejön. És be is jön. És azt hiszem, ő iveli be a labdát az első. Szenzációs, én nagyon szerettem őt is. Úgyhogy ő egy nagyon szép pályafutása volt, ha játszott ő előtt a Lációban, szerintem az Arsenalhoz az nem olyan rossz, és nem lehet elvárni, hogy élete végig olyan szinten futballozzon. Nekem szerintem az én fejemben nagyon szépen leírja a Juventus elmúlt 7-8 évét, hogy amikor Lichtsteinert leigazolt a Juventus, akkor nagyjából ő volt a sztár igazolás. És eljutott a csapat odáig, hogy Lichtsteiner már a végén azért inkább lefelé lógott ki a csapatból, és ez szerintem egy nagyon szép év, bár neki nyilván rossz, hogy azért már el kellett távozni a csapatból, és ugye Cancelo, én szerintem hozzá képest egy minőségi ugrás, de ez nekem nagyon szépen leírja ezt az évet, amit befutott a Juventus. Úgyhogy hát... Ugye kellenek ilyen játékosok is, tehát ugye pont az volt a baj, hogy a klubvezetés könnyen megválik Márkíziótól, akár mondhattuk korábban Del Piero, de ez mindig így volt. Hát én ugye azt mondhatom, mert én abba akkor szerettem bele a Juventusban, amikor én ugye én Roberto Baggio miatt szerettem meg a Juventus annak idején, és akkor hallom most ugye a fiatalabb szurkolókat, mikor mondják, hát Baggio játszott a Milánba is, meg az Interbe is, ő nem igazán nagy Juve játékos, vagy nem tudom, ilyeneket mondanak. Küldtem egy képet Davidsról, amikor Intermezben kifejele gól van arról a labdát, a Capello Juventus ellen, mindegy, most nem megyek bele. Tehát például ugye Baggio is maradt volna, ugye nem ő döntött el, hogy neki nem kell játszania, ugyanígy volt egyébként Higuain is, stb. De emlékezzünk vissza a Capello féle Juventusra, hogy ott is volt már Emerson meg Vieira, aztán a Bajnokok Ligában nem működött semmi, mert a Juventus, mint klubot, ahogy a klub filozófia részben írok a könyvben róla, mindig a szív, az elkötelezettség a jellemezte tényleg azt, hogy elszántság meg minden, tehát ilyen Conte, Paulo Sousa féle játékosok rohangáltak Zidane meg Del Piero mögött. Uh-huh. Most például Bernardeschi tesz hasonlót a pályán, tehát ilyen játékosokra ilyen szívből játszó futballistákra szükség van, és nem csak ilyen gépekre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy azért mondom, például most Bernardeschi mondjuk most topon van, őt nem fogják így eladni, de kellenek például ilyen Lichtsteiner, kell egy-két ilyen játékos a keretbe. Szürke eminenciás. Mert ők azok igazán érzik azt, hogy mit jelent a Juventus, úgyhogy... Mit gondolsz például Dybalára, hogy itt meg kell tartani, mert sokan azt mondják, hogy ő el fog menni, meg nem úgy fejlődik, ahogy kellene, és hogy egyáltalán Juventus az ő jövője, hogy ő is olyan tipikus játékos, aki elvágyik a Madridba vagy a Barcelonába, és ő belőle is egy ilyen pénzcsinálás lesz. Hát előbb-utóbb megtörténhet, hogy ő elkerül. Igazából, hogy mondjam, nekem az nem tetszett, hogy mikor Dybala itt volt egy-két évet, és egy kicsit jobban ment neki a szekér, akkor már rögtön Del Pierohoz hasonlították. Hát ég és föld a két futballista. Ég és föld amellett, hogy én Dybalát kedvelem egyébként. Viszont most pedig nem lehet azzal őt bántani, hogy idehoznak egy Ronaldót, egyértelmű, hogy üti egymást a két, nem pontosan ugyanaz a posztjuk, mert ugyanazt játszak, de hát mégis. Hátrébb kerül távolabb a kaputól, kevesebb gólt tud rúgni, és a legnagyobb probléma Dybalával nem az, hogy nem tudna fejlődni, ez nem csak rajta múlik, hanem ő egy más poszton szerepel. Tehát meg kellett tanulni egy új posztot, amelyre vagy alkalmas, vagy nem. Ha alkalmas, egy bizonyos szintig alkalmas. Vannak-e limitei, vannak-e határai annak, amíg ő ezt tudja fejleszteni, stb. Lásd el ugye a manchesteri mérkőzés, amikor a gólt rúgta a Manchester, mondtam, hogy a Cuadrado, Ronaldo, Dybala egyébként jól funkcionál, de Dybala az egész szezont egy új pozícióban játsza. Tehát nem is lehet azt elvárni, hogy úgy játszom, mint előtte a kedvenc pozíciójában játszott. Tehát ez részben, és az lehet, hogy és nyilván ennek köszönhetően ő
lehet ez formaingadozás, valóban most holnap, ha berakják az eredeti posztja, most nem fog őt volt rúgni egy mérkőzésen, mert játékba kéne ahhoz lennie, érezni kéne ugyanazt a bizalmat, stb. Stb. De szerintem ez bárki, aki elmegy futballozni, vagy bármilyen csapatsportágat, vagy akár egyédit választ, ha kiesik a szerepéből valaki, vagy mit tudom, egy szakácsa, vagy nem tudom, egy buszvezető egy évig nem vezet majd után, tehát mind, ezek ilyen dolgok. És közben ugye a Juventus az olyan, hogyha te nem játszol jól, akkor ott van helyetted egy másik, tehát nem az van, hogy jó, akkor adunk neked 3 hetet, dolgozzál rajta, hanem nyilván akkor kikerül a keretből. Egyébként nagyon jó játszott az Atletico ellen. Dybala és Bernardeschi azért tudja váltani egymást, mert Dybala egyébként ilyen szempontból jobb csereként, tényleg. De Bernardeschi hozza azt az intenzitást, alázatot, amivel ő több tud lenni, mint esetleg az aktuális ellenfele egy-egy elleni párharcban, amiről ugye az elején beszéltünk. A letámadást elindította. Például Chiellini és Emre Can is felléptek egészen az Atletico Madrid 16-osáig nagyon sokszor, és Bernardeschi ugyanezt megtette, csak az kevésbé volt látványos, hogy Bernardeschi már alapból a pálya utolsó harmadában volt a legtöbbet. Dybala ezekben annyira nem jó, viszont Dybala meg technikásabb játékos, mint Bernardeschi, tehát mindennek van előnye, hátránya arra, hogy tartsa a labdát, hogy egy az egyben nagyon jó cseleket megcsinált, és feljebb tolja a Juventust, ugye az utolsó fél órában erre tökéletes volt. Úgyhogy mind a két játékos értékes, most olyan mindig lesz. A Real Madridban is én nagyon szerettem Gutit, soha nem voltam Madrid szurkoló, meg nem leszek, meg Guti se volt soha kedvencem, de elismerem, hogy egy zseniális játékos, de eljöttek a galaktikusok, meg ott volt Ronaldo-tól, Ovenik, Beckham, Zidane, nem tudom, és ilyen nagyszerű játékosok kiszorultak. Hát annak idején a Raúl-séját, sőt, amikor a Del Piero, amikor az Ibrahimovic odajött, aki alapból egy egoista volt, vagy mit tudom én, és akkor emlékezzünk, amikor a Del Piero kiszorul a kezdőből. Capello-nál ugye Trezegi játszik, és Ibrahimovic is, és mi történik, amikor kiesik a Juventus, és Del Piero ismét érzi, hogy ő róla szól a játék, vagy ő a kedvenc a csapatban, és olyan edzői vannak, mint mit tudom én, Ranieri vagy Zaccheroni, akik még magasztalják is, akkor ismét elemében érzi magát, mert érzi a bizalmat, érzékeny játékos, akkor újra tudja nyújtani, mert nincs mellett egy Ibrahimovic. Tehát nagyon sok ilyen finomság van, ami meghatározza azt, hogy te hogy játszol, hogy szerepelsz. Szerintem az a mindennapi életben, hogyha olyan a főnököd, akit te nem kedvelsz, azt nem mondod ki, de lehet egy olyan lelki, nem tudom, egy ilyen teher, ami szép lassan így lebontja. Igen. Na hát szerintem végigvettük nagyjából az összes témát, amiről akartunk beszélni, ugyan ezt még órákig el lehetne hallgatni, meg nagyon jó lenne, de hát sajnos valahol véget kell ennek vetni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. És ha tetszettünk, akkor kövessetek minket SoundCloudon, Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on. Elérhetők vagyunk mindenhol, ahol hallani és látni lehet minket. És kövessétek Andrást is, mert értékes dolgokat csinálj, és tényleg. Köszönöm szépen. Hát ezt a könyvet majd valamilyen formában ki fogjuk sorsolni, és bárki meg is nyerheti majd el a könyvekből. Úgyhogy ha követtek minket, erre is sor fog kerülni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy nézzetek minket, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok.